Fluid Bundi, aki olykor óvónőként játszik a gyerekekkel. De olyan is van, hogy gyerekként rosszalkodik a többiekkel. Az biztos, ahol ez a kutya megfordul, sokkal boldogabbak a gyerekek. Ezt pedig ki is használták ebben a pécsi óvodában. Minden másnap Bundi fogadja a gyerekeket. Reggel 7-re érkezik elem, akkor van a nyitás, és akkor ő onnantól fogadja a gyerekeket. Majd következik a délelőtti játék, ahol óvónők mellett sertepertél a négy lábú. Az óvónők segítése az úgy megy, hogy ő is odaül, vagy oda bújik, amikor könyvet néznek, és akkor a gyerekek is szívesebben. Ő pedig Bundi gazdája, Brigi. Bundi óvónő, vagy most óvodás? Hát inkább óvodás, mint óvónő. Komoly viselkedés jött ki. Nem, ő óvodás. Kimondottan egy óvodás kutya, mert olyan. Brigi egy éve vetette fel a szülőknek, mi lenne, ha a kutya is járna óvodába, a szülők pedig azonnal belementek. Eleinte csak az udvaron játszott a gyerekekkel, de aztán fokozatosan beszoktatták. Jött a hideg, és így húzottunk egyre befele, a kutya is így egyre jobban bekerült, de hát nagyon fokozatosan lett szoktatva ilyen szabályokkal, hogy ide te nem mehetsz be, oda nem mehetsz be. És akkor végül is megtanulta, hogy melyik az a hely, ahol ő közlekedhet. Tabu is van, méghozzá az ebédlő és az a hely, ahol a gyerekek alszanak. Ő később ebédel, mint a többiek. Amikor a szóvisoknak eljön az ebéd, az ilyen dél körül van, akkor neki már a pihenő jön. És bizony, ha Bundinak pihenője van, akkor ezt komolyan kell venni, még a mi kedvünkért sem hagyja ezt abba. Bundi, de erről szoktuk még ide, vagy nem? Hívta! Gyere! Nem voltál neki szimpatikus, te haragudj! Gyere ide! Nyolcsa, mi baj? Mondjad, hogy én ilyenkor aludni szoktam. Jó, hát ő egy havanész kutyus. Ugye 3 éves lesz, most áprilisban lesz a szülinapja neki is, mert készülünk valami jó kis meglepetésre. Hát így kimondott feladata nincs az óvodába. Inkább azt, hogy a gyerekeket segíti reggel bejönni, tehát így elválni a szülőktől, meg szebbé tenni a napjukat, hogy ott van a kis jelenlétével, hogy mindig megsimogathatják, hogy elszalad mellettük, vagy ha valaki bármit csinál, akkor ő odaszalad, megnézi és megy tovább. Tehát inkább azzal, hogy itt van velünk, ő azzal tesz feladatot. De Bundi ügyesen viseli a nyúzást, és a gyerekek játékait sem viszi el. És mi van az apró játékdarabokkal? Nem veszi a szájába? Hogyha eldobálják neki, vagy arra kérik, akkor igen. Amúgy ő nem egy ilyen rágcsálós fajta, tehát megvan a kis saját játéka, azt előszeretettel, de így másokat nem. Sőt, ha valaki allergiás lenne a kutyaszőrre, akkor Bundi lehet a megoldás. Antiallergén a kutya. Neki nem ilyen szőre van, mint a rendes kutyaszőr, hanem olyas, mint a gyapjú. Nem akarok hülyeséget mondani, mert ebbe a témában nem ástam bele magam, és tudjuk, hogy milyenek a kutyások. Nem hullatja a szőrét. De Bundinak egy munkanap után pihennie kell, mert nagyon elfáradt délutánra, így óviba csak minden másnap jár.